Azt hiszem, nem tisztünk eldönteni a mi érted, de talán tényszerűen közölhetjük, hogy egyre több a daganatos beteg, nem csak hazánkban, hanem a világon is. A gyógyítás folyamatában az orvosi kezelések mellett egyre nagyobb szerepet kap a lelki segítségnyújtás is. Fodorné Vince Anna, klinikai szakpszichológus, a Rege Alapítvány szakmai vezetője. Simonton trénerként 12 éve vezet csoportokat Egerben és Miskolcon a daganatos betegek számára. Jó estét kívánunk, köszönjük, hogy elfogadtam. Köszönjük, hogy itt van velünk. Hogyan jött ez az ön életében, hogy segítséget nyújtson a daganatos betegeknek? Hát ez nem volt egy egyszerű történet. Én nevelési tanácsadóban dolgoztam 24 évig gyerekekkel, és nekünk van ilyen kötelező továbbképzési rendszerünk, mint az orvosoknak, és egy ilyen továbbképzésen hallottam először a Simonton módszerről, és akkor jött egy ilyen belső hang, egy ilyen elhívás, hogy ezt már kell tanulnod, és ezt csinálnod kell, és én azt mondtam, hogy ne, ezt én nem bírom, ez nagyon nehéz. És ahogy az lenni szokott, jöttek a jelek, beteg lett, daganatos beteg lett az édesanyám, a férjem, a legjobb barátnőm, a nagymamám, sorban mindenki, és akkor azt mondtam, hogy oké. És akkor így? Akkor én még nem csináltam, de már volt Pesten egyetlen ember, akinek meg lehetett tanulni, a Tűzmadár Alapítványnál a Prezenszki Zsuzsa doktornő, és hozzáhordtuk el a hozzátartozókat, láttam, hogy milyen hatékony, láttam, hogy gyógyulnak. Most már valamennyien jól vannak, hát a nagymamám már nincs velünk, de nem a daganatos betegség vitte el, abból meggyógyult. Mindjárt beszélünk egy kicsit erről a módszerről, mert hogy ez egy nagyon izgalmas dolog lehet, de én is átestem ugyanezen a problémán, nekem az édesapám ment el jó néhány évvel ezelőtt. A hozzátartozóknak is fontos az, hogy valamiféle támaszt kapjanak. Ugye ön is, én is mondhatom, hogy saját tapasztalatunkból tudjuk azt, hogy gyakorlatilag egy légüres térben van ilyenkor egy hozzátartozó is, hogy most akkor neki mit kell tenni. Segít ez a módszer a hozzátartozóknak is? Abszolút. A hozzátartozók azt tapasztalom, hogy sokkal nehezebb helyzetben vannak, mert a beteget viszi a mókuskerék, a menetrend, kezelések, kontrollok, de a hozzátartozó ott áll tehetetlenül, és segítene, de fogalma sincs, hogy mit csináljon. Veszi a csodaszereket, megtájékozódik az interneten, és ez a lehető legrosszabb dolog, amit tehet. Így van, így van. Na akkor beszéljünk egy kicsit erről a módszerről. Miben más ez, miben új, miben tud segíteni? Amerikában, Texasban van egy klinika, ahová gyógyíthatatlan végstádiumú betegeket, daganatos betegeket küldenek, akinek 3-6 hónapot prognosztizálnak. Ezt egy Carl Simonton nevű onkológus orvos, és a felesége, akkor még a felesége volt, a Stephanie Simonton pszichológus vezeti. És ez a két csupa szívember, ez mindent megtett, amiről csak hallott, módszer, technika, hogy segítsen a betegeknek. És hát amiről igazoltan működött, hogy hatékony, Ami bevált, azokat a módszereket megtartották, a többit elvetették. Így állt össze egy ilyen gyűjtő módszer tulajdonképpen. Ebben nagyon sok minden van. És a statisztikáik szerint ezeknek a végstádiumú embereknek az egynegyede teljesen meggyógyul. További egynegyedük pedig lényegesen tovább él, legalább kétszer olyan hosszú ideig, mint amit prognosztizáltak nekik, de teljesen jó életminőséggel. Úgyhogy amikor ezt én is így meghallottam, én is így néztem, hogy ez létezik, és nem ismerjük, és nem használjuk az onkológiákon, és ma is egy kezemmel meg tudom számolni, hogy Magyarországon hány helyen használják a betegek segítésére. És miért? Miért nem elterjedt ez a módszer, ez egy jó kérdés. Ha ennyire hatékony? Ez egy jó kérdés, nem tudom. Talán a... De az, hogy nem elterjedt, az csak Magyarországon, vagy ezt világszinten el lehet mondani? Hát most már a COVID miatt... Elsősorban online dolgoztunk, online működtünk, nagyon sok külföldi betegem is van, és ott se, tehát ők se hallanak róla. Angliai, németországi, belgiumi betegem van, és nem. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy magáról a betegségről, hogy gondolkodik ez a módszer. Meg lehet-e ezt határozni? Vagy kicsit... Ez egy jó kérdés, azt gondolom, mert hiába van ez a múltunk, mert azért 12 éve itt vagyunk Magyarországon is csináljuk, nem ismert, és mindig az van a fejekben, egészségügyi dolgozók fejében is, hogy ez a betegség egyenlő halála. És nagyon nehéz ezt átírni, úgyhogy itt kezdjük, hogy nem, ez egy krónikus betegség, igen, bele lehet halni, de meg is lehet belőle gyógyulni, és kétszer annyian gyógyulnak meg, mint ahányan elmennek, de ezt nem tudjuk, ez nem ismert. Ez egy kicsit olyan, ez a módszer a fejben próbálja meg ezt, hogy is mondjam, a betegséget átfordítani, vagy ezt a betegségtudatot átfordítani?
Elsősorban igen, hát pszichológiai módszer, tehát mi elsősorban gondolatokkal, érzésekkel dolgozunk. Van benne egy csomó technika, igazából egy 12 alkalmas tréning, minden alkalomra jut egy jó kis technika, megbeszéljük, olyan mélyen, amennyire igénylik, mert lehet, hogy semmiről, semmi különös, csak tetszett, nem tetszett, de lehet, hogy egész mélyen belemegyünk önismereti dolgokba is. És igazából a gondolkodásmódon változtat nagyon sokat, a szemléletmódon. Hát innen indulunk, hogy ez egy gyógyítható betegség. Odáig, hogy mit tudsz te tenni saját magadért, vedd vissza a felelősséget a saját kezedbe. Nem annyi, hogy átadom az orvosoknak, hogy itt vagyok, gyógyítsatok meg, beveszem a tablettát, vagy megkapom a kezelést, ez kevés. Vajon miért jöhetett ez a betegség az életembe, vajon mit akar a testem, az én legjobb barátom a testem, ezzel az egésszel üzenni, mit kér tőle, mit változtassak, táplálkozás, életmód, kapcsolat, munkahely, azért itt kemény kérdések szoktak előtérbe kerülni. Általában a daganatos betegek 5 éves múltjában van valami nagyon kemény életkrízis, nyugdíj, munkahelyvesztés, gyerekek kirepülése, házastárs elvesztése, valami, ami az utolsó csepp, és akkor a meggyengült immunrendszer az nem tud már védekezni a betegség ellen. De akkor ez a módszer feltételezi azt, hogy fejben kvázi a betegeknek is át kell állni. Ugye? Tehát, hogy vagy ez a beszélgetés, vagy ezek az alkalmak segítenek abban, hogy valami megforduljon a fejben. Bocsánat, a személyes a dolog, én édesapámnál tudom, ugye tapasztalatból, hogy amikor kiderült a betegség, akkor nagyon maga alá került, aztán ugye fázisokra lehet gyakorlatilag bontani itt a betegség lefolyását, aztán volt egy idő, amikor nagy erőre kapott és mindent meg akart tenni a gyógyulásért, és aztán megint jött a lefelé lejt menet, és aztán annak már vége is volt gyakorlatilag. Szóval, hogy itt ezt azt a fölívelő szakaszt azt kell gyakorlatilag végigvinni, vagy továbbvinni? Attól függ, mit értünk fölívelő szakaszon, ha azt, hogy mindent megteszek és küzdök, akkor igen, de egyébként... De reménykedett akkor. Szóval, a reményt. Hogy... Tehát, hogy azt kéne továbbvinni. Azt kéne továbbvinni, de ez egy hullámvasút, tehát azt a félreértést mindenképpen el kéne oszlatni, hogy minden fejben dől el, hogy pozitívan kell gondolkodni, hogy csak... vidámon és mosolyogva lehet ezt az egészet. Tehát amikor megkérdezzük a beteget, hogy hogy van, és azt mondja, hogy köszönöm, nagyon jó, pedig látszik, hogy nem. Tehát ez rengeteg energiát elvisz, és semmi értelme nincs. Tehát ez egy hullámvasút. Itt vagyunk nagyon mélyen, itt vannak nagyon kemény gödrök. És hogyha én azt mondom, hogy hát most nehéz, hát most pocsék, akkor van, aki mellé álljon az ember mellé, van, aki segítsen. És az energiát a gyógyításra, a gyógyulásra lehet fordítani. És milyenek a tapasztalatok, hogy amikor a betegekkel megtalálja ez a módszer magát vagy egymást, akkor mennyire fogadják el a lehetőséget, vagy mennyire mernek belevágni? Hát ez azért jó kérdés, mert egy nagyon érzékeny részét érinti a történetnek. Mondjuk úgy, hogy talán minden tizedik beteg. Tehát valahogy, mintha ez a betegség összefüggne a személyiséggel, de nem, tehát nem az úgynevezett C-típusú személyiségről beszélek, nem arról van szó, hogy van rákra hajlamosító személyiség, mert ez már 10 évvel ezelőtt minden negyedik ember volt érintett, most pedig azt hiszem a múltkori konferencián azt hallottam, hogy minden második. Tehát az már nagyon sok, és az már nem személyiség tényező, de akik hozzám kerülnek, ott azt látom, hogy az nagyon jellemző, hogy igen, ez a jó emberek betegsége, akik mindig magukat a fontossági sor végére helyezik, akik csak adni akarnak, nem kérnek, nehezen fogadnak segítséget, nehezen mondanak nemet, nehezen állnak bele konfliktus helyzetekbe, úgyhogy... Tehát és pont arról van belül valamennyire. Így van, és pont arról van szó, hogy most kéne segítséget kérni, most oda kéne magam tenni, most én kéne, hogy fontosabb legyek. Személyes tapasztalatok, ugye csoportvezetőként, anélkül, hogy igazából nagy konkrétumokról beszéljünk nyilván. Vannak meghatározó élményei? Hát másképp nem nagyon csinálom ezt az egészet, mert elég kemény, de csodaszép történeteink vannak. 2018-ban kiadtunk egy könyvet. Akik meggyógyultak, azokat kértem meg, hogy írják le a történetüket, hogy biztatás legyen a többieknek. És már ez 36 gyönyörűséges történet volt, és most már nyomdában van a második kötet, újabb 40 nagyon szép gyógyulás története. Úgyhogy közéjük szőttem a saját történeteimet is, tehát amit én tapasztaltam, ilyen gyönyörű élményekről. Olyan jó látni, hogy valaki ráébred, hogy egy élete van, és elkezd azon gondolkozni, hogy azt nem tudjuk, hogy mennyi van még hátra.
és lehet, hogy jobb is, és nem rajtunk múlik, de hogy az milyen lesz, addig az rajtunk múlik, és elkezdenek egy minőségi életet élni. Előszedik a gyerekkori álmaikat, céljaikat, változtatnak egy nagyot, és van, aki motivációs tréner lett azóta, van, aki elkezdett énekelni, pedig gyerekkorában letiltották, ez volt a nagy álma, hogy énekesnő legyen, de a család erkölcsi rendszerében ez nem fér bele, és a mi biztatásunkra kezdett el énekelni, és most megnyeri a népdalversenyeket sorra. De azért ennek a munkának nyilván vannak árnyoldala is szakemberként, persze. Csak a szép történetek, ami nagyon jó, hogy természetesen az van, és az legyen a legtöbb, de a rosszabb, negatívabb élményeket azt hogyan lehet feldolgozni, amikor az ember kijön ezekről a kezelésekről? Lány, amikor elmegy az, aki látszólag mindent megtett azért, hogy meggyógyuljon. Ezen annyit gondolkoztam, de nem tudom, hogy fel lehet-e dolgozni, meg nem tudom, hogy kell-e feldolgozni, vagy egyszerűen csak meg kell élni. Mint ahogy Szent Exupéry mondja, hogy ha megszerítítesz valakit, akkor a sírás kockázatát is vállalod, tehát ez benne van a történetben, benne van az, hogy mire kell menni, hogy meg kell szenvedni, ez az ára, és van, amikor persze ez a módszer sem csodaszer, tehát vannak veszteségeink, nehéz veszteségeink, de azt is lehet sokféleképpen, és van például minden évben szeptember első vasárnapján egy úgynevezett Ildikó napunk, a Bükkben tartjuk Szentléleken egy gyönyörű helyen. Ildikó egy fiatal édesanyja volt, 3 kisgyereket hagyott itt, és a testvére Kati, neki a férje szintén daganatos betegségbe hunyt el, ott is 3 kisgyerek van. És a Kati tartja össze ezt az egészet velünk együtt, és ezen a napon összejön az egész család, a hatalmas baráti kör, rengeteg gyerekkel, a csoportunk, az alapítványunk, és nagyon jól érezzük magunkat, megmásszuk a kedvenc helyét, a látóköveket, a gyerekeknek sportversenyek vannak, énekelünk, idézünk a blogjából, verset mondunk, nagyon-nagyon jó hangulat van, és igen, hogy így is lehet. Emlékezve, sztorizgatva, vidáman, és azt gondolom, hogy ez a gyerekeknek egy nagyon jó példa lesz. Egyébként ez a módszer preventív jelleggel is használható? Már csak azért, ugye itt arról beszéltünk, hogy használjuk a legjobb barátunkat, ugye akkor, amikor már baj van, mikor kiderül a baj, de hogy nyilván akkor preventív jelleggel ez a módszer használható? Tehát egyfajta önismeretként megelőzve a komolyabb bajt? Hát, nem hiszem, hogy ez olyan fontos lenne bárkinek, és akkor fontos, válik fontos, amikor beüt a baj. Én értem, csak hogy egyébként alkalmas lenne a módszer arra, hogy preventív jelleggel kicsit jobban odafigyeljünk. Mindenképpen, mert vannak olyan elemei, ami a mi legjobb barátunk, a testünkkel való kommunikáció nyelvét tanítja meg, relaxálunk, meditálunk, és az üzeneteit a testünknek értelmezzük, úgyhogy, és ha időben szól, mert a test az mindig szól, mindig küldi a jeleket, csak nem figyelünk rá. Így van. És hogyha valaki szeretné fölvenni önnel a kapcsolatot, akkor azt hogy teheti meg, vagy hol teheti meg? Van honlapunk, az enyém az a fodornévinceanna.hu, az alapítványi az a regea.hu, és akkor ott vannak telefonszámok, e-mail címek. És akkor azon? És akkor jelentkezik. És egyetlen egy dolgot hagy mondjak már még, elbocsánat, a Miskolci megyei kórházban indult most, azt gondolom, egyedülálló kezdeményezés az országban, egy rehabilitációs program, április 1-jel, tehát ez még vadonatúj, minden betegnek, minden daganatos betegnek jár, TB támogatottan dietetikus, gyógytornász, szociális munkás, lelkész, pszichológus, meg én a Simontonnal, és ez ott van, és hozzá lehet férni. TB támogatott, és lakóhelytől függetlenül. Online módon is működünk, úgyhogy az ország területén bárhonnan jön. Ez egy nagyon jó dolog. Ez jó. Azt igen, hogy tudjanak róla. Hát, kedvesen, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Ilyenkor nagyon nehéz bármi olyan dolgot mondani emocionálisan, itt búcsúzásképpen, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen. Köszönöm.